Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai esti webináron. Én vagyok a házigazda, engem úgy hívnak, hogy Zahár Szűcs Izabella. Nekem az lesz csupán a feladatom, hogy ma este átadjam majd annak a fiatalembernek a szót, akit nagy tisztelettel meghívtunk a mai webinár megtartására. De ne szaladjunk előre, hiszen tudjátok, illetve az újaknak elmondom, hogy ez a webinár ez minden héten kedden van, kedden este 9 órától, mindig más a témája, és mindig más előadóink vannak. És hát ugye az online forradalmat éljük, tehát nagyon fontos az, hogy hány embernek tudjuk online megmutatni ezt a lehetőséget, és hirdettünk egymás között egy jó kis versenyt, aminek a legjobb webinár szponzor nevet adtuk, és gyorsan mielőtt belekezdenék az úriember felkonferálásába, szeretném a múlt heti webinár szponzort kihirdetni, hatalmas ováció, taps és mindenféle gratuláció kísérletében, aki nem más, mint Kuti Szilárd. Sok szeretettel gratulálunk neked, Szilárd, fantasztikus vagy. Tied volt a legtöbb meghívás erre a múlt heti webinárra. Úgyhogy gratulálunk csak így tovább, és hát nyilván mindenki hajthat ezért a címért, hogy büszkén elmondhatjuk a következő webinár nyertest. Na most miről is lesz szó? Egy picikét rendhagyó lesz ez a mai este, hiszen itt gyakorlati képzés fogtok hallani, és azt hiszem, hogy barátként tisztelhetlek benneteket, Karcsi, és a családokat, a családjaink is egymást, és én szoktam beszélgetni velük, és nyomon követem mindig az ő fejlődésüket. Ez nem esik nehezemre, hiszen már régóta ismerjük egymást, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek azért, hogy eljutottunk mi is valahova, hiszen rengeteg olyan képzést és tanítást hallottam már tőle, és én mindig meg szoktam kérdezni, hogy ő hol tart éppen most a munkában. És hát a szám tátva maradt, amikor elmondta, hogy az online, ami 2 hónapja vezetett be a csapatába, az online munkának köszönhetően az elmúlt hónapban több mint 13 új belépője volt közvetlenül neki, tehát nem a csapat összbelépőjéről beszélek, és több mint 4 olyan ember volt ezek közül, akik elérték rögtön az első üzleti szintet. Ez egy óriási lendület, ez egy fantasztikus szám, úgyhogy megragadtam azonnal az alkalmat, és megkértem, hogy ma este egy 40-45 percben minden tudását adja át nekünk. Ugye sokszor hallottuk azt, hogy hát oké, de hogy kell csinálni. Na most ő mindent el fog ma nekünk mondani. Nem csak az online tapasztalatát, hanem azt a 14 éves tapasztalatot is bele fogja tenni, amit ő összegyűjtött, mióta FLP-zik, és hát komoly eredmények, tehát többszörös Chairman's Bonus minősült, gépkocsi ösztönző, egy olyan csapat, ami mellett ő nyugodtan megengedhetné magának, hogy egyszerűen csak jogdíjakból éljen, és ő mégis itt van, és mindig a fejlődést válassza. Nem csak, hogy elméleti tudást fog nekünk átadni, hanem gyakorlati tudást is a mai este, és azt fogja nekünk elmondani, amit ő csinál. Nem könyvből fogja felolvasni az ismereteket, hanem a saját tapasztalatát, a saját rutinját, a saját munkavégzését fogja velünk megosztani. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, Karcsi, hogy itt vagy velünk ma este, és hogy elárulod a titkodat, és mi hát alig várom, hogy befoghassam a számat, elnézést kérek, és jegyzeteljek minden szavadat, amit mondasz. Úgyhogy én nem rabolom tovább az időt. Sok szeretettel köszöntünk téged ma este, és át is adom a szót. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, de most körbe kell nézzek, hogy rólam beszéltél, mert így hihetetlen. Tehát mindenkit üdvözlök szeretettel. Hát én köszönöm szépen az elismerő szavakat, de gyorsan hagyragadjam meg az alkalmat, és itt elmondom mindenkinek, hogy ez a technika, ez az én technikám. Na most, mint minden meghívásban is, a offline meghívásban, ha már online-ról beszélünk, idáig ugye 13 és fél évig dolgoztam offline, amit nem tudtam, hogy így hívnak, egyszerűen csak így csináltuk. Tehát ugye régen a telefonnal, ahogy meghívtunk embereket, ott is mindenkinek volt különböző meghívási rutinja, különböző
egyéb dolog, ahogy ő meghívott embereket, ahogy terjesztette, vagy elmondta az üzletet. Tehát ez a mód, amit én el fogok nektek esetleg ma mondani, ez az én egyik olyan technikám, ami még, megmondom őszintén, nem, hogy mondjam, pár hónapja vezettem be magamnál, és így a csapatomba is próbáltam belevezetni, vagy bevezetni. Volt, akinél sikere, volt, aki még csak úgy nézegeti ezt kívülről, de szeretném, hogyha amit el fogok mondani, azért megkonzultálnátok mindenképpen azzal a szponzorral, vagy felső vonalal, akivel együtt dolgoztok, mert még egyszer hangsúlyozom, ez egy Lérand Károly-féle módszer. Nem biztos, hogy ez a módszer, és mint van nagyon sokféle nagy ő, így ez is egyik ő, jó? Tehát, hogy ezt így előre akartam bocsájtani. Most megpróbálom megosztani a képernyőt, és akkor egy diát fogok majd itt mutatni nektek. Teljes képernyő. Aztán ez kell. És elvileg azért valaki majd jelezzen már vissza, hogy biztos, hogy majd azt fogjátok látni, amit kéne. Elvileg most láttok valamit. Nem tudom, Iza? Igen, látunk. Köszönjük szépen. Látjátok akkor? Jó. Oké. Okay. Tehát használd jól a Facebookot. Én ma a Facebook meghívásra fogok főként beszélni, mert hogy én a Facebookot használom mostanában meghívó eszközként. Régen a telefont használtuk, ma sokkal gyorsabb kommunikáción tartom a Facebookot, mert hogy rengeteg ember fönt van a Facebookon, és hát ha valaki most kezdi az üzletet, akkor azt javaslom, hogy mind a kettőt alkalmazza. Itt ragadnám meg azt is, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy nem mindenkinek való szerintem az online, és ezt lehet, hogy most megdobáltok kővel, de én azt gondolom, hogy valaki képes ezt gyorsan megtanulni, valaki meg lassan. És kérlek benneteket arra, hogyha online-nal akartok foglalkozni, akkor vannak olyan dolgok, amivel fel kell, hogy készüljél. Az első az, hogyha online dolgozol, akkor legyél elérhető online. Mit jelent ez? Hát a telefonot állítsd be, hogyha messengeren te küldesz üzenetet, akkor az a legkevesebb, hogy te is megkapd rögtön az üzenetet. Tehát legyél elérhető, legyél mindig zöld gombost, ezt én így hívom, tehát hogy legyen a zöld színed, hogy látszódjon, hogy te elérhető vagy. Ez az egyik. A másik, hogyha te nem vagy képes ezt gyorsan megtanulni, nincs ezzel semmi baj, mert hogy régen a meghívás sem mindig tanulták meg rögtön, akkor meg az a kérésem, hogy csináld az offline részét is, tehát a hagyományos meghívást. Én nagyon sokszor azt javaslom a munkatársaimnak, hogy nehogy azt csinálják, hogy ez még nem megy, de már a másikat abba hagyták, és már az sem megy. Ugyanis akkor nem lesz semmilyen bevételed a Foreverből, mert ez még nem megy, az meg már nem megy. Tehát kérlek, hogy ezt mindenképpen úgy kezd el, ha még most kezdenél, ha már profi vagy benne, akkor tök jó, hogy valami mellé iktasd be, és naponta kezd el majd azt a szisztémát, amit el fogok mondani neked. Jó? Na akkor nézzük. Nagyon fontos tudnod, hogy az igazán nagy eredmények soha nem jönnek gyorsan. Ez általában az offline-ban is így van, de az online-ban ez százszor így van. Jó, tehát most egy kicsit rosszul fog ez esni neked, mert lehet, hogy arra gondoltál, hogy elkezded a online munkát, akkor neked ez így hopp, így gyorsan be fog érni. Be fog érni, ha nagy számokat fogsz alkalmazni. Én meg megmutatom az én számaimat, persze ez már egy a hónap ezelőtti számok lesznek. Nyilván azóta egy kicsit többet is dolgozunk, és kezd nagyobb eredmény is kijönni. De nyilván ezért fontos, hogy ne várjál rögtön nagy eredményt, tehát nem te vagy a béna, hanem egyszerűen az online nem fogja olyan gyorsan kiforni magát, jó? Kell neki 2-3 vagy lehet, hogy fél év is akármire elindul ez egy kicsit komolyabban. Na, nézzük az online meghívásokat. Hát milyen meghívási technológiák vannak? Ugye többféle közösségi média van. Én amit használok, az a Facebook főként. Most már ugye van ez a Instagram, hogyha látjátok így az egeret, hogy mozgatom. Az Instagram az is egy nagyon jó felvevő felület, de megmondom őszintén, ezt még én is tanulom, tehát még nem nagyon látom át, hogy miért jó itt, meg hogy lehet ezzel kicsit komolyabban. Ezért ma a Facebookról fogok beszélni nektek. Ugye a Facebookon nagyon nem mindegy, hogy mennyi ismerősöd van, és a másik az, hogy hogy néz ki a háttérképed, ez a, ugye, hopp, bocsi, tehát ez a háttérkép, jó, vagy tablókép, ki minek hívja, illetve hogy hogy néz ki a profilképed. Én azért teszek nyilván párommal együtt egy képet,
mert én nagyon sok hölgyet jelölöm be, és nem szeretném, hogyha azt hinnék, hogy azért jelölöm be őket, hogy ismerkedjek, tehát ez egy jelzéskép is egyébként. Meg szerintem jól sikerült ez a kép, de ez elég sok lájkot is kaptunk rá. A másik, hogy a borítóképeden, így is hívjuk, nem baj, hogyha fönn vannak a céljaid. Egyrészt azért sem, mert jó, ha te is látod, és én a családomra tettem föl még egy képet. De nyilván ezt lehet váltogatni. Egyébként azt állítják nagyok, akik már ugye a Facebook marketingben otthon vannak, hogy 2-3 havonta azért cseréld a borítóképedet, meg a profilképedet is. Jó? Tehát fontos az első kettő, ha online-ba akarsz dolgozni, hogy ez a kettő rendben legyen. Ha ez a kettő nincs rendben, kérd ki másoknak a véleményét, tehát ne te gondold azt, hogy neked jó a borítóképed, vagy a Facebook profilképed, kérd meg azt, hogy a felsővonalat, a szponzorodat, vagy a ismerősédet, hogy szerinted milyen az én profilképem, jó? Tehát tegyél inkább többet, de egyszer találd el, hogy azt te legyél. Nagyon fontos. Nézzük, hogy hát hogyan megy a ismerkedés, de nagyon fontos, ami ott legalul is van, hogy ne menj át bulldozerbe. Tehát nem az a cél ebben az online meghívásban és az online ismerkedésben, hogy minden áron mindenkit bejelöljünk, minden áron mindenkit megszólítsunk, nem kell neked mindenki. Jó, de az ismerkedj bátran az emberekkel, ez az első pont a Facebookon. Jelöld be azt, aki szimpatikus. Na most, hát mi alapján tud szimpatikus lenni? Ugye nagyon sok olyan Facebook profilkép van, ami egyébként lehet, hogy egy 150 kilós, fekete, szakállas, nagy darab pedofil ember áll mögötte, nem tudhatjuk. Tehát nagyon fontos, hogy megnézd, hogy profilozzál. Ott írtam is, hogy nézd meg az érdeklődési köreit, és profilozz ki, hogy az tényleg ő-e. Mert nagyon sok ilyen Facebook oldal létezik, ami ilyen lájgyűjtő, ami vírushordozó, és nem tudhatod, hogy éppen nem azt fogod pont kifogni. Úgyhogy profilozd, hogy mi az érdeklődési kör az illetőnek. Ez nagyon fontos, jó? És utána jelöld be. Na most azért fontos a bejelölés, mert nem tudom, tudtátok-e, hogyha elküldesz egy üzenetet csak úgy, akkor ugye az neki spamba teszi be, illetve fogja kérni majd tőle, hogy valaki írt neki, és hogy elfogadja. Na most, ha nem fogadja el, akkor eleve esélyed nincs arra, hogy megkapja a te üzenetedet, tehát ezért be kell jelölni, és csak utána szoktunk küldeni üzenetet, jó? Akkor fontos, hogy ne egyféle meghívást küldjél el mindenkinek. Tehát ne az legyen, hogy most ilyen bulldozerként fogod, és mindenkinek ugyanazt, egy picit írd át. Nekem van többféle meghívó szövegem, nem mindegy, hogy anyukának mit írsz, annak egészen mást kell írni, nem mindegy, hogy egy fiatal lánynak vagy fiúnak mit írsz, az sem mindegy, hogy egy fitness, wellnessesnek mit írsz, vagy akár egy idősebb, hát idősebb, már az is hihetetlen, 48 éves vagyok, tehát hogy már én is idősebb vagyok, úgy veszünk. Tehát egy 40 és fölfelé korosztálynak mit írsz, jó? Tehát, hogy legyen többféle meghívó szöveget, de mindig szabd arra az emberre, akinek éppen küldöd. Hát az a legkevesebb, hogy a szia Iza, átírjuk szia Zsoltra, hogyha éppen férfinek küldjük. Ne esd bele abba a hibában, mert én már beleestem egy párszor, és így az elején, igen, csak elküldtem ugyanazzal a névvel egyszer-kétszer egy fiúnak vagy egy lánynak, és pont nem annak kellett volna, tehát ezek kellemetlen dolgok tudnak lenni. Jó, akkor ugye ezt írtam, hogy ne menj át budolzák. Ha férfi vagy, akkor a profilképed legyen családi kép. Én ezt csak javasolni tudom. Tudom, más mást mond, hogy legyen egy üzleties kép, te döntöd el. Én a családi kép mellett vagyok, mert hogyha valaki, hogyha házas vagy, ha nem vagy házas, akkor nyilván lehet egyedülálló kép, de ne legyen kutya, macska, meg ilyenek, az nem férfias. Ha szingli vagy, és mondjuk hölgy, akkor megint ne egy olyan kép legyen, amit a legtöbb csaj csinál magáról, tudjátok, hogy fölülről dekoltás kitéve, ez nem üzleties éppen, tehát legyen akkor is egy jó profilképed, de ezt már az elején elmondtam, hogy kérd ki valakinek a véleményét, jó? Tehát ne legyél kihívó a profilképeden, erre kérlek, mert ugye üzletről beszélünk, és sokan félre fogják érteni, hogy te miért jelölöd be őket, és akkor ne csodálkozz, amiket én is látok egyébként a Facebookon, hogy kikérik maguknak lányok, hogy most már ne írjatok ilyeneket nekem, de hát akkor mi jelölöd vissza? Megszerűen odaírnám, mert hát ugye akkor nem kéne visszajelölnie. Akkor a legjobb mindkét fél számára, ha üzleties a profilkép, jó, tehát ez is egy nagyon fontos dolog, és utána jön az, hogy mi fog látszódni az oldaladon. Na most, hát ez nagyon nem mindegy, hogy mit teszel föl. Ugye már többször elmondta egyed Viktor is, ugye, aki számomra egyébként a
ennek az ork az egy nagykövete, aki szerintem a legtöbbet tudja erről, hisz látszik is az a üzlet, amit fölépített Angliában, hogy nagyon nem mindegy, hogy termékekről nem osztunk meg képeket. Tehát csak termékről mondhatnám úgy, hogy tilos megosztani képeket, mert ezzel tele fogod spamolni az oldaladat, és előbb-utóbb rád fognak unni az emberek, és azt fogják mondani, hogy na, ezt az ügynököt. Tehát ezt ne tedd. Legyünk mi többek, jó? Tehát, hogy életérzéseket osszatok meg. Olyan, tehát ha terméket teszel fel, akkor úgy tedd föl, hogy te is rajta vagy, vagy a család van rajta, vagy éppen most nagyon könnyű képeket lehet fölrakni, hogy fújod le a napsprével, most egy-két ötletet mondok a tengerparton, vagy a Balatonpartban, éppen fújod le magad a sprével, és lefotózod. Vagy úgy, mint én is 2 éve csináltunk egy ilyen képet a páromról, egyik, nem is tudom, Balatonon voltunk éppen talán, hogy fújja le a Olivernek a hátát, és gyorsan lefotóztam. Tehát, hogy, és akkor egy olyan szövege, hogy mi is ezt a legjobb terméket használjuk. Tehát ilyeneket lehet is egy jó szöveget hozzárakni. De mondom, tilos az, hogy fölrakják képet önmagába, mert senkit nem érdekel, csak a termék. Illetve így lehet, hogy találsz egy vevőt, és egyébként meg találhatnál 100 jót. Tehát ne ezt csináld, jó? Mit tilos még az oldaladon csinálni? Mindenképpen politizálni, vallási hovatartozást kinyilvánítani, nyíltan kritizálni bármit is. Ezeket tilos. És ez azért tilos, mert nagyon megosztja az embereket. Tehát kérlek erre, ja, és a szexualitásról szóló dolgokat sem. Tehát ne osszál meg ilyeneket. Döntsd el, hogy mire akarod használni a Facebookot, jó? Tehát ha te üzletre akarod használni, akkor ezeket tilos. Ha te mégis ilyen ember vagy, akkor csinálj másik oldalt, és akkor csináld ott ezeket a dolgokat. De semmiképpen ne, amit az üzletre akarsz használni, mert az embereknek nem fog tetszeni, ezt most megmondom őszintén. Jó, aki visszajelölt és elolvasta a meghívó szövegedet, az tedd be egy általad kezelt csoportba, vagy a szponzi csoportjába. Mit jelent ez? Hát én nekem van egy zárt csoportom, amit ugye oda csak azokat teszem be, akikkel már fölvettem a kapcsolatot, valahol eljutottunk, vagy fogyasztom, vagy képpontosan, tehát üzletünkben van bent, most ebben jelenleg már 3900 ember van benne, és hát miért jó ez? Ugye most kaptam a szponzoromtól egy könyvet a gerilla marketingről, amit egyébként 15 éve írtak, de teljesen igaz a Facebookra is, hogy mi ez a gerilla marketing, tehát hogy nem direktben küldesz információt embereknek, hanem ilyen hátulról kapják az infót úgy, hogy bekerülnek egy csoportba, és a csoportba ugye megosztunk képeket, megosztunk információkat, és onnan kapja ő, ugye az neki egyből jelez a telefonja, hogy kapott egy a csoportba valaki fölrakott valamit. Na most kérdés, hogy megnézi, nem nézi, most ezt tegyük teljesen félre, de ha megnézi, akkor ugye nem személy szerint neki céloztuk a üzenetet, hogy kedves Iza, nézd meg ezt a üzenetet, hanem ez egy olyan általános információ, és képzeljétek el, hogy az emberek ezt szeretik nekünk, rengeteg ember innen jön vevőként is, meg innen jön ugye a csoportomba is rengeteg új belépő, mert hogy én ilyet szeretnék, tehát nekem múltkor elküldte, valaki lefotózta az egyik lányt, aki egy székrendszer most tettünk föl, lefotózta, hogy ő ilyet szeretne. Megkérdeztem, hogy a testet, vagy a C9-et, és mondta, hogy a C9-et is, meg a testet is. Jó, oké, akkor összehozzuk. És már be is lépett, egyébként nem is találkoztam még mai napig sem vele. Jó, na nézzük tovább. Mire figyelj oda, amikor online hívod az embereket? Régen tanítottuk azt egyébként, hogy amikor telefonálsz, akkor mosolyogjál. Ugyanis negatívan nem lehetett telefonálni. Ezt gondolom ti is tapasztaltátok, mert ha nem voltál jó paszba, akkor ez sajnos átment a telefonban is, és hát nem jött össze a meghívás. Tehát ez úgyse fog eljönni, kicsöng. Mondtam, hogy nem fog eljönni. Tehát ilyenkor ugye ez így történik meg, hogy te bevonzod. Na most, ha pozitív vagy, akkor pozitív dolgokat is be tudsz vonzani, és képzeljétek el, hogy a csetni is működik. Jó? Tehát, hogyha csetelsz a Facebookon, akkor legyél pozitív. Jó? Próbáld elképzelni azt, hogy most, akivel csetelsz, az fogja kérni a videódat. Ja, majd elmondom, igen, hogy utána hogy megy tovább. Tehát, jó, tehát legyél pozitív. Nagyon fontos, hogy ne akar sok infót átadni. Figyeljetek, ezt régen is elmondtuk, mikor telefon meghívás volt, hogy nem az a cél, hogy te marketinget tarts a telefonba 5 perc, vagy 10 perc, vagy 100 perc alatt,
hanem az, hogy keltsd fel az érdeklődést, és jöjjön el. Na most ugye az online-ban ez nem fog így megtörténni, hogy eljön, de keltsd fel az érdeklődést, hogy kérje a videódat. Oké? Okay? Tehát hagyd, hogy a videók dolgozzanak neked. És itt említeném meg az OTS, az Online Training System videóit, amiben ugye éppen a meghívom Zaharszi Csizabella is ugye fent van, és nem tudom, ki látta, ki nem, most nem tudunk így megkérdezni mindenkit, és nem is ez a cél, de gondolkozz el magadba, hogyha nem látod, hogy miért nem láttad, és kérj akkor kódot hozzá, mert ha már te tag vagy, akkor egyébként jár neked ez az Online Training System szisztéma, vagy tanítás. Ezért kérlek, hogy onnan ragadd meg a videó lehetőséget, ami egyébként meg fönn van az FLP TV-nek a YouTube csatornáján, hogy miket lehet használni, de majd elmutatom, hogy én miket használok. Na, és utána küldöd a videót. Nézzük tovább. Negatív reakció, ne vedd fel a kesztyűt, ne akarj meggyőzni senkit. Gyerekek, én rengetegszer az elején, hát mint tudod, itt vagyok 13 és fél éve, nehogy már vagy majd itt megmondja nekem valaki, hogy ez nem működik, és jöttek ám ilyen, néha jöttek ilyen negatív reakció, hogy jaj, hagyjad már, meg ez nem is működik, meg múltkor kipróbálták, és nem volt jó, meg na mindegy. És én meg elkezdtem osztani az észt az elején, és tudod, az a baj a messengernek, hogy nincs kétirányú kommunikáció. Ezt írd föl magadnak, légy szíves, hogy a messengeren nincs kétirányú kommunikáció. Mit jelent ez? Ugyanaz, mint most hozzátok beszélek, de nincs visszareakció felém, ezért én most csak gondolom, meg remélem, hogy ti itt vagytok velem, és jó páran nézitek éppen ezt az adást, de nem tudom, valójában ez így van-e, mert nem látlak benneteket. Na most, ha valakit fölhívsz telefonon nem így van, mert telefonon ugye ott, hát én megkérdezem, hogy hogy vagy, te visszaválaszolsz, hogy kösz szépen, jól. Tehát ott van egy rögtön visszaválaszolás. Na most az a baj, hogy a messengeren ez nem mindig történik így. És én mondjuk visszaválaszolok a jó embernek, hogy amit én gondolok éppen válaszként. Na igen ám, de lehet, hogy fél nappal vagy egy nappal később fog majd reagálni, mire én már lenyugszom, tehát én addigra már lenyugodtam, és erre megint fölcsesz agyilag. Megint jön egy negatív kommentel. Na ezt ne csináljátok, kérlek, jó? Ha nem akarsz magadnak rossz napot, akkor ezt felejtsd el. Negatív reakció, egyszerű a válasz. Köszönöm szépen a véleményedet, tovább szép estét vagy szép napot, attól függ, melyik napszakba kaptad, és búcsúzz el. Ne akard meggyőzni, mert úgyse fogod. Jó? Mikor érdemes csetelni? Hát vannak napszakok, amiket én is azért tudtam így felmérni, mert nekem én régen hirdettem a Facebookon, tehát fizetett hirdetéseim voltak, és annak mindig voltak ilyen statisztikai oldalai, hogy mikor volt a leglátogatottabb az oldal. Így a reggel 7-től 9 óra, 12 és 14 óra között, és este 7 és 9 óra között vannak a legtöbben fönt. Ez nem azt jelenti, hogy több időben nincsenek fönt, mert ha ti jártok így az utcán, meg jártok a buszmegállók környékén, így ha így elmész autóval, lehajtott fejű embereket látsz, akik nézik a telefonjaikat, tehát folyamatosan mindenki fönn van egyébként a cseten, csak ugye ezek azok az órák, amikben a legtöbben vannak, és ugye ha te éppen egy meghívó szöveget küldesz el, nem mindegy, hogy mikor küldöd. Jó? Ez egy fontos info. Ja, és most van a legfontosabb, amit talán pirossal kellett, hogy kiírjak, hogy hát nem fog működni az egész üzlet, ha nem keresed vissza az embereket. Jó? Tehát itt is vissza kell keresni az embereket. Tehát én is rengetegszer látom azt, hogy elküldök egy üzenetet, és látom, hogy látta, tehát ugye lehet látni a messengerben, hogy látta az illető, elolvasta, de azt nem tudom, hogy elolvasta-e, bocsánat, azt látom, hogy látta. De azt, hogy miért nem reagált vissza, ennek több oka lehet. Lehet, hogy éppen utazott a buszon, megálló előtt éppen ránézett, ugye lehozta neki, hogy látta, és már nem is foglalkozott vele utána, de lehet, hogy érdekelné, csak ugye hát rosszkor küldtem. Na hát ilyenkor fontosak ezek az időpontok, gyerekek, ez a 7-től 9-ig, déltől 2-ig és 7-től 9-ig, hogyha te mondjuk reggel 7 és 9 között küldted el ezt a meghívó szöveget, és arra nem válaszolt, és látod, hogy látta, akkor célszerű az esti órában újra ráküldeni akár egy olyan kérdést, hogy sikerült-e megnézni az én szövegemet, vagy meghívó szövegemet, vagy valami dolgot kitalálsz, mert akkor innentől kezdve fel tudod mérni azt, hogy ez most melyik időponttal van a baj, vagy egyáltalán nem érdekli az illetőt, jó? Tehát ez egy fontos, hogy vissza kell keresni az embereket, és ez akkor is működik, amikor ugye elküldted már esetleg a videót, de majd azt hiszem még itt a diában még erről fogok beszélni. Jó, a
És akkor itt megint értem, hogy a fészen igazán a nagyszámok törvénye fog működni, tehát ne várjál egy-két emberből nagy eredményt, még 10-ből sem, 20-ból sem, akár 100-ból sem. Jó? Nyomon követő lap. Hát ez a legfontosabb egyike, és ezt sajnos az elején én sem vettem komolyan, és ezért szerintem nagyon sok embert elbuktam, mert nem volt időm erre, hogy ezt most őszinte vagyok, nem volt időm, hogy ezt írogassam, de rájöttem, hogy kell. És most már úgy van nekem, nekem nem kinyomtatva van ez, hanem nekem Excelbe ugyanezt megcsináltam, és én meg van nyitva az Excel táblázat, amikor dolgozom, és ahogy valaki kéri a videót, rögtön ebbe beteszem, beírom, már bemásol a nevét, beírom, hogy mit küldtem, mikor küldtem, hova küldtem, és mindent jegyzetelek, és külön színnel jelölöm azt, aki már belépett, külön színnel, akivel még csak telefonon beszéltem, de egy csomó ilyen színek vannak. Hát ez az én hülyeségem, de ezt lehet követni, és meg lehet nem is. De ez a legfontosabb, ezt írjátok föl magatoknak, ha te online-on akarsz dolgozni, egyébként az OTS-ből van, jó, tehát ott megtaláljátok, nyomon követő lista kell, mert el fogod felejteni az embereket, ugyanis nem ennyi embert fogsz csak megszólítani, hanem ennek a százszorosát fogod. Honnan fogsz emlékezni már a 32-re, a 182-re és akár a 380. emberre? Nem fogsz emlékezni. És el fogod veszteni azt, hogy a munkádnak a gyümölcsét nem fogod learatni, emiatt, mert a nyomon követést nem fogod elvégezni. Úgyhogy ezt vedd komolyan, mert emnélkül én komolyan mondom, hogy nem 13 belépőm lett volna, lehet, hogy lett volna 30. Ha ezt az elejétől vezettem, de nem vezettem. Mert hogy hát nincs erőidőm meg ezért a hülyeség. Hát most már látom, hogy nem hülyeség kell, jó? Na, hát most jönnek a számok, amikből kijöttek így a dolgok. Tehát napi átlag 20-30 embernek elküldött meghívásból általában a fele kéri a videót. De nem rögtön. Nem mindig van az, hogy elküldöm most 9-kor, és már 9:30-kor már kérik a videót. Nem, ez lehet, hogy egy-két napon belül, vagy 3 napon belül, de ez volt az átlag, hogy a fele mindig kérte a videót, tehát ebből 10-15 kérte a videót, ja, hogy milyen videót, azt majd később mutatom. 2 héten belül lesz ebből a 10-15-ből, vagyis hát abból a napi átlag 20-30, akkor szorozd meg, hogy mennyi emberből, lesz 3-5 új belépőd. Na most lehet, hogy lefogyott az arcodról mosoly, mert hogy ennyiből jön ki 3-5 új belépő, jó? Ami egy hónapon belül 6-10 új belépőt jelent, amiből 3-4 új munkatárs lesz. Na de ehhez szorozd be, mondom még egyszer, körülbelül napi átlag 20-30 emberről beszéltünk, akkor szorozd be 30-al, jó? Tehát akkor rögtön ki fog jönni a 600, akár 900 ember is. Hú, honnan lesz neki mennyi emberem? Hát keresél, jelöljél be új embereket, és majd lesznek, jó? Tehát senki nem mondta, hogy a mostani meglévő kapcsolatrendszeredből kell ezt fölépíteni. A Facebookon 1,7 milliárdan vannak, van merítőhálód. Ha te beszélsz valamilyen nyelven a magyaron kívül, akár angol, francia, német, spanyol, orosz, bármilyen nyelven, már előnyben vagy, mert már még több embert tudsz megszólítani. Én csak magyarokat tudok megszólítani, jó? És mégis ennyi belépünk van. Na, hát én hogy csinálom? Most jön a szakmai része. Még egyszer hangsúlyozom, amit megint el kívánom mondani, hogy mindenkinek kérem, aki most nézi ezt a videót, beszéljen meg ezt a szponzorával és a felsővonalával, jó? Mert kérd ki a véleményét, hogy szerinte ez így működik-e, nekem ez működött, de ez nem jelenti azt, hogy neked is ez fog működni. Jó? Ez egy példa arra, hogy így is működhetne akár. Kapcsolatfelvétel, tehát magyarul Facebookon felveszem a kapcsolatot az emberekkel, miután már ugye bejelöltem, elküldök neki egy meghívó szöveget. Most erre nem térnék ki, mert ez mindenkinek más lehet, meg ugye tedd bele magadat, tedd bele a kreativitásodat, úgyhogy kérlek, ezt majd beszéld át magaddal. Utána én a 18 perces videót, vagy a C9 videót küldöm el, ez attól függ, hogy mindjárt tudom, mi az a 18 perces, meg a C9 videó. Ugye, hogy én most üzleti prezentációra keresem, tehát hogy mármint, hogy pénzkeresetre keresek valakit, vagy esetleg csak az egészségi oldalra. A 18 perces, a céges videó, ami egyébként 17,26 másodperc, csak én 18 percnek hívom, a C9 videó az meg, amit a Szabó Peti csinált meg, na most csináltam neki egy jó reklámot, majd ezért jogdíjakat fog fizetni, ami 6 perc összesen, és bemutatja nagyon jó, hogy mi az, hogy C9. Jó, ez a kettőt használom én.
akkor utána jön az, hogy ez a legfontosabb, a hármas pontot megint pirossal majd legközelebb ki fogom húzni, visszakeresés max 2 napon belül. Tehát ha nem keresed vissza, akinek elküldted, hogy na, sikerült-e megnézni, és tetszik-e, és beszéljünk-e róla, akkor van egy rossz hírem, el fogod veszteni. Ugyanis ugyanaz működik itt, mint ami a hagyományos üzletépítésben, hogy max 24-48 órán belül keresd vissza azt, akinek adtál infóanyagot. Ez sincs itt máshogy, jó? Úgyhogy ezt légy szíves, tartsd be. Itt jön az, hogy vevő, vagy üzletépítő, vagy most semmi. Na most ez ugye attól függ, hogy éppen mi lesz belőle, ha vevő, akkor regisztrálom online. A legtöbb embert azért regisztrálom online, hogy lássa azt, hogy ezt így csináljuk, és egyébként nagyon nehéz, mert ugye ha van FLP shop kódod, hát akkor csak föl kell menned és regisztrálod online. Ha valaki ezt nem tudná, kérdezze a szponzorát, felsorolnád, biztos, hogy el tudja neki mondani, hogy hogy kell online regisztrálni. Ha B üzletépítő, akkor én rögtön elküldöm neki a gyors start videót, ami nem ilyen néven van fönt, ez a Berkics Mikinek a 25 perces videója, amiben elmondja Miki profin, le a kalappal, hogy mindent aprólékosan, hogy mit kéne csinálni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ebbe az üzletbe. Én ekkor elküldöm, ugyanis ez nálam egy szűrő, hogy tényleg akarja az üzletet. Ugyanis ezt a 25 percet, ha nem nézi meg, akkor nem biztos, hogy utána bármire is van egyáltalán kedvem vele foglalkozni. Jó, tehát ez fontos. C, most semmi, hát ez a füllista, Varga Robi után szabadon, ez a függő ügyek listája lista, ami ilyen csoportba, ja, függő ügyek listája, tehát ebbe beleírom, magyarul abba, amit mutattam az előbb, az a nyomon követő nyomtatványba is beírhatod, és beteszem a csoportba, amit már mondtam nektek, hogy nekem van ilyen zárt csoportom, én abban rögtön őt berakom, azért, hogy kapjon ott bővebb információt, és aki ma nem, tudjátok, az holnap lehet, hogy igen. Jó, ötös pont, vevőt ellátom anyagokkal. Milyen anyagokkal szoktunk ellátni egy vevőt? Hát videókkal, meg a céges anyagokkal szoktam ellátni őket, amik fönn vannak ugye az FLP Shop oldalán, tehát semmilyen kalózanyagot nem küldünk, hanem csak is céges anyagokat küldünk, úgyhogy elküldöm neki a van az online katalógus, ugye a 2016-os katalógus, azt is elküldöm neki, és hagy olvasgasson mindent még a többi termékről is. Hatos, üzletépítőnek segítek az FLP Shop kóddal. Ha valaki üzletépítő lesz és beregisztrál, akkor segítek neki abban, hogy legyen neki FLP Shop kódja, ugye a maga ugye a webshophoz, és megkérem, hogy kérjen az OTS oldalhoz is, ugye az a Forever Living-es oldalhoz is, kapjon kódot azért, hogy tudja nézni a videókat. Tehát magyarul tudjon tanulni. Jó? De itt van a legalján sorrend, ahogy én dolgozom. Tehát még egyszer, és azt nem győzök hangsúlyozni, hogy kérdezz ki légy szíves a szponzorodat, felsorolod, akivel együtt dolgozol, hogy ez így szerinte nálad is helytálló lehet-e. Ezekkel a videókkal dolgozom én. Ez nyilván az én oldalamon megtalálható, de nem az én oldalamról kell neked letölteni, hanem ez mind megtalálható az FLP TV oldalán is. Tehát itt fönt ez az üzleti lehetőség, ami egyébként a Palancsa Laci magyar hangjával van szinkronizálva, tökéletesen jó anyag. Ez 17,24 perc alatt bemutatja a céget, az üzleti lehetőséget, a termékeket, mi az, hogy network marketing, honnan van a pénz, tehát ez mindent így röviden 17 percben fölvázol. Komolyan mondom, egy nyílt bemutatót tud helyet is tenni ez a videó, mert 17 perce mindenkinek van arra, hogy érdeklődjön egy üzlet iránt. Ha nincs, akkor meg ne is foglalkozz vele. Itt van ez az életmódváltás, a cégrendsz Fit 1, Fit 2 segítségével, ezen meg ugye a Szabó Peti és a Schwarz Évi beszél, hogy ez a cégrendsz Fit 1, Fit 2 miért jó. Hát addig, ami még ugye a Fit 1, Fit 2 van, addig még ez tökéletesen használható, nyilván utána lehet, hogy egy új videót kell majd csinálnunk, ha bejön az F15 az új termék. Itt van a 25 perces gyors start Berkics Mikivel, amit én azért szeretek, mert mondom, tökéletesen mindent elmond, minden részletekbe menően, úgyhogy ennél jobb videót nem kell, hogy keressél, mert nem is fogsz találni szerintem. Én szoktam használni néha a munkatársaimnak, vagy a kezdő munkatársának egy kicsit a lelki világát feltuningolni, a vannak be tudod motiválni a munkatársadat, hogyha ha esetleg leült egy picit. Ugyanis a Robi tökéletesen elmondja, hát ki más, hanem a Varga Robi beszél a célokról, úgyhogy ez egy tökéletes videó arra, hogy felhozzál embereket, amiben éppen benne van.
Jó, termékek videó, ez meg azért szeretem használni, hogyha valakinek csak termék, mert kaptam már ilyen választ vissza, hogy jó, kedves Károly, de engem csak a termékek érdekelnek, jó, 8 perc, figyelj, 8 perc alatt, szintén Palancsa Laci magyar hangjával elmondja, hogy mik a termékek, rövid, átfogó, teljesen használható, ja, ugye legális anyag, mert ugye ez is fönn van a FLPTV oldalán. Tehát ez itt mind, amit látsz, ez mind OTS, system anyag, tehát ezt nyugodtan használjátok, céges anyag, minden ott van, minden információ. Mivel tudom még motiválni az embereket? Hát ugye van ez a Forever Global Rally Dubai videó, ami ugye nagyon hosszú, mert 1,57 másodperc. Hát néha el szoktam küldeni, amikor egy kicsit így látom leülni az illetőt, hogy tessék, nem akarsz ide, akkor eljönni? És csak ennyi szöveg, meg a link, tessék. Vagy ugyanez a Porecsi videóval. Tehát ilyenekkel lehet motiválni. Tehát ha online akarsz dolgozni, és messze van a munkatársad, nem biztos, hogy mindig azzal fogsz tudni motiválni, hogy mondjuk felhívott telefonon. Egyébként van egy olyan mondás, hogy 1000 szónál többet ér egy kép. Tehát sokkal jobban áttekinti ő, hogyha egy rövid, egy-két perces információt küldesz neki képformájában, mint hogy te elkezded őt nyesztetni, hogy na, beszéljük már át, hogy mi van veled, meg nem kell ez, meg akkor átmész főnökbe, küldje neki videót, majd bemotiválódik, ha nem, akkor meg teljesen mindegy, te beszélsz reggelig neki. Jó? Dolgozz a Skype-on és a Hangouts-on, meg a Messenger-en. Mi rengeteget dolgozunk a csapattal, Messenger-en, így a Hangouts-on, a Skype-on, tehát hogy így kis csoportos beszélgetések itt felül vannak, akkor van, mikor nagy csoportos, a Szabó Peti elfogadta tőle a meghívást, akkor még ugye Skype-on dolgoztam, ezt most már felváltotta a Hangouts, tehát a Petinek nagyon megköszöntem, hogy a C9-ről nekünk beszélt külön, hogy hogyan csinálja, tehát kiképezte itt a munkatársainkat, tényleg egy nagyon hasznos infó volt, és hát ezek mindig olyan baráti hangulatba telnek, akkor én így szoktam egy per egyeket is ugye végezni, tehát ezeket használjátok, mert ez a jövő, tehát ma már személyesen összefutni egy csoporttalálkozóra sokkal bonyolultabb, és nem minden munkatársad lesz ott, mint hogyha így dolgozol, hogy így online, mindent online fogtok csinálni. Nyilván rendezvényeken kell találkozni, és itt ki szeretném emelni, hogy bármilyen rendezvény van, mi is ott vagyunk rendezvényeken, de a csapattal ezt is kell heti viszonylatban egy-kettőt csinálni, mert ez így kicsit így közelebb hozza a munkatársakat, és őket is közelebb hozza egyébként, a munkatársakat is ugye közelebb hozni, és hát itt tudod ugye a keresztvonalazást ugye tudod kontrollálni, tehát nem lesz semmilyen gond ezzel kapcsolatban sem. Ja, hát és akkor tanulj, képezd magad, és mindezt az online segítségével, ez az online training szisztemen. Erre komolyan mondom, hogy egyszerűen meg kell tanulnatok tanulni, mert hogyha nem képzed magad, akkor sajnos már egy rossz hírem, nem fogsz tudni ebben az üzletben dolgozni. Ez igaz arra, hogy nem tudsz majd meghívni. Hidd el nekem, hogy mi is elcseszünk embereket. Több százat elcsesztem. Tehát és ez a tanulóidőszakom. Tehát nekem, ugye én nem dolgozom másfél-két éve online, én max. 3-4 hónapja kezdtem komolyabban, már fél éve nézegettük, de igazából április óta kezdtük el komolyabban ezt az online dolgot. De most már annyit tudok, hogy látom, hogy mik a statisztikák, de még most is lehet csiszolni. Nyilván fél év múlva, egy év múlva egészen mást is el fogok tudni mondani, majd hogyha akarják a izájuk, mert akkor meghívnak, meg akkor lehet, hogy más eredmények is lesznek már, de egy biztos, hogy én azóta alig tettem kilométert az autómba, és ha most a rezsit nézzük, hogy mennyi üzemanyagot, meg mennyi telefonköltségem van, ezzel semmi, nulla. És ugye mindig ezzel szoktam meggyőzni embereket, hogy mikor valaki így, jó, de hát én nem tudom, hogy ezt a dolgot én el tudom megkezdeni, meg hogy ez mennyi pénzt emészt föl, mi? Hát gondolj, egy kicsit számoljunk már, hát Facebookod van? Van. Okostelefonod van? Van. Jó. Messengered van? Jó. Wi-Fi-d? Online izéd van? Persze van. Hát akkor mit kell befektetned? Ja, időt? Várjál már. Mennyit szoktál Facebookozni naponta? És képzeldek el, hogy az emberek nem adják össze. És nekem múltkor pont egy fiatal lányjal beszéltünk erről, hogy valójában ő is napi 4-5 órát Facebookozik. Az átlag, figyeljetek, az átlag 6 óra. Jó, tehát 6 órát Facebookozik egy átlag magyar ember. Nem egyszerre, tehát nem az, hogy hazamegy este 6-kor és éjfélig nyomja, hanem tudod, reggel kiszokott kimenni a WC-re a telefonnal,
Szerintem most mindenki föltette a kezét. Jó, ki az, aki a buszmegállóban lehajtott fejű emberként ugyanúgy nézegeti, hogyha busszal közlekedsz? Ki az, aki már vezetés közben messengerezett? Erre is szerintem kéz lendülne föl. Ki az, aki bemegy a munkahelyére, és mondjuk ha cigizik, akkor kimegy a cigiszünetbe, és biztos nem beszélget a másikkal, hanem ott fogja a telefont a kezébe, és nézi a Facebookot. Tehát nézzetek meg, hogy mennyi ember naponta 5 perc, 10 perc, 20 perc Facebookozással napi 3-4-5 órát Facebookozik. Mi lenne, ha pénzt keresne ebből? Jó? Tehát ezzel meg lehet embereket győzni. Nem mindenkit, nyilván, de hát ha mindenkit meg lehetne, akkor képzeljétek el, mi lenne itt. Jó? Hát nagy hülyeség lenne. Mi ezt akkor csináltam, amikor úgy volt, hogy ugye Iza itt nálunk adott elő, és nagyon fontos, hogy amire képesnek tartod magad, azt meg is tudod tenni, és ez fordítva is igaz. Tehát ha te azt eldöntöd magadról, hogy te ezek után sem tudsz az online-nal foglalkozni, akkor rossz hírem van, így is lesz. De ha azt mondod, hogy a fene-fenét eszik, akkor is meg fogom csinálni ezt az online dolgot, és nem érdekel, és kerül, amibe kerül. Egy biztos, én csak annyit tudok elmondani nektek, hogy ma Magyarországon szerintem ennek még nagyon az elejét éljük ennek az online üzletnek, vagy online forradalomnak, bárminek hívhatjuk, és szerintem még mindig nem lépett be az ember, aki fel fogja forgatni a forevert így ezzel az online dologgal. Szerintem mindig pár éven belül fog csak belépni az, aki fiatal, kezdő, és úgy fog nekiindulni ennek, mint egy bulldozer, jó értelemben. Egyszerűen nekünk is lépést kell tartani ezzel a dologgal, és keressük meg azokat, akik azt mondják, hogy oké, miért ne keressek több pénzt, vagy miért ne legyek egészségesebb. Hát mi ezt a kettőt nyújtjuk. Jó, és ezzel búcsúznék, hogy még egyszer ne várd a nagy eredményeket, mert nem fognak jönni gyorsan. Tehát kérlek arra, hogy ha elkezd az online-t és komolyan veszed, nagy számok törvénye működik itt is, mint ahogy a hagyományos üzletépítésben, de ha csinálod, biztos, hogy jönni fognak az eredmények, ha jól csinálod. Ezért azt csináld, amit kell, és hogyha azt csinálod, akkor nem maradnak le az eredmények. Úgyhogy én nagyon köszönöm a meghívást, remélem tudtam valamivel segíteni. Hát nem tudom, itt vagytok-e, vagy nem, de... vagyunk. Kiváló. Van-e esetleg kérdésetek? Mert szerintem az időm az már így lejárt. Hát, kb. Éjfélig elhallgatnánk. Figyelj, én román jegyzeteltem magamat egyébként. Nagyon-nagyon hasznos volt, én azt gondolom. De nyilván azoknak volt a leghasznosabb, akinek terve van a jövővel kapcsolatban. Annyit még árulj el nekünk, Arcsi, hogy ugye említetted, hogy pár hónapja kezdted el így igazából fokról fokra bevezetni ezt a saját front, non-manageri csoportba, hogy körülbelül hogy tudod a tendenciát mérni? Tehát milyen növekedéseket kezdett el a bevezetés után ezt produkálni neked? Hát ugye most a non-manager az közelített most már a 50-valány ponthoz, tehát így a hazai, tehát most már ebben a hónapban remélem benne leszünk ugye a 60 pluszosok között, de ugye a külföldöt nem tudom bele, ja, azt nem is mondtam, hogy én ugye kint is építem a hálózatot, tehát most már ugye azóta megnyitottuk Ciprust, ott is elindult valami, most Görögországban van egy új indulójelölt, akkor van Németország, Ausztria, Anglia, akkor Franciaország is, hát kezdenek elindulni így magyarok, de én csak magyarokat tudok megtalálni, nyilván nem beszélek más nyelven, és még a magyart is néha töröm, úgyhogy így innentől kezdve ezeket keresem, de ugye az, aki tud valamilyen nyelven, hát hihetetlen, milyen globálba tud gondolkodni, de tudom mérni, tehát én most jelenleg, megmondom őszintén, én a saját példámat akarom. Ezt már tanítom a csoportba, hogy mit kéne csinálni, hát valaki ugye meghallgatja és csinálja, valaki nem, mert valakinek még, ugye most főleg a fiataloknak majd jön a nyár, tudom ezt nagyon jól, hát mi is voltunk fiatalok, jön a haverok buli Fanta, de lesz majd nyár vége, és ugye ennek az online-nak az erőssége, hogy most mi is majd el fogunk utazni majd nyáron, akkor viszem magammal a kis okostelefonat, és bárhol tudok utána ugyanúgy tudok dolgozni. Tehát, hogy igazából meg nem munka, tehát nekem ez abszolút nem munka. Nem tudom, hogy nektek munka, eddig se volt az, de most meg aztán tényleg egy szórakozás, tehát tényleg egy hobbi. De lehet mérni, és van növekedés. És abban meg tudsz erősíteni, hogy ugye
a külföldön élő magyar ajkúakat ugyanúgy rá lehet ültetni a magyar OTS rendszerre, hogy lehetne, persze. Módon ugye ők el tudják kezdeni saját maguk képzését. Persze, hát ő kaphat, ugyanúgy kaphat minden további nélkül magyar kódot, ő ezt tudja intézni, tehát ha neki már van webshop kódja mondjuk Németországban, akkor kér a FLP, a foreverliving.com-ra fölmegy, és ott kér, ugyanúgy a magyarhoz is kaphat ő hozzáférést. Tehát, mint ahogy én, nekem is van a németekhez, egy csomó német anyagom van. Tehát rengeteg német anyagom van, amit én ugyanúgy megkapok. Tehát ez mindenki, ugye most már globálban mindenki minden országban megkaphat bármilyen információt. Úgyhogy most, ja, most kezdtem el Ománban. Ugye pont Dubaj mellett kezdtem el egy kicsit szervezkedni, úgyhogy most oda annak az office-nak megkértem az egyik angol nyelvű munkatársamat, aki tud angolul, vagy fordítsa le, hogy én mit szeretnék, és most elküldtem azt a szöveget a Omán irodának, illetve az arab Egyesült Arab Emírségnek, igen, hogy akkor segítsenek nekem ebbe a dologba, várom a választ, ma küldtük el. Szuper, és mi a tapasztalat, még ez az utolsó kérdés, hogy ahhoz, hogy ténylegesen, mert hagyjuk most az alibi munkát, tehát nyilván heti egy órával nem tudunk milliókat keresni, se itt, se máshol, de hogy mi az a munkaóra, amit te naponta igenis tudatosan online munkával eltöltesz? Hát körülbelül azt mondom neked, hogy reggel, ugye mi most már kicsit felfordult nekünk is az életünk, mert ugye most már a fiúk ugye itthon vannak, és nem nincs iskola, de eddig úgy volt, hogy 8-tól, hazértünk 8-ra, 8-tól 10-ig én csak, hát akik előző esteket bejelöltem és visszajelöltek, ez általában 10-15 ember mindig volt, meg most is van, tehát 10-15 ember általában mindig, hát én így hívom, hogy várta a meghívómat. Hát nyilván nem várták, de most így mondom poénosan. Akkor elküldtem nekik a szöveget, na most ebből volt, aki nagyon sokszor így rögtön válaszolt, mert ugye a 7-től 9-ig időben még belefértem, tehát volt, aki rögtön kérte is a videót, volt, aki kicsit később, de innentől kezdve én azt mondom, hogy most egy olyan 4 és 6 óra az, amit én az online előtt töltök, ezt a seggemből tudom lemérni, már bocs, amikor már elzsibbadtam. Körülbelül 4 órára vagyok így behatárolva, tehát akkor érzem, hogy most már ennyi, és általában délután, ja, és akkor utána vannak a meghívások, mert ugye ezt elfelejtettem mondani itt a díjas sorbát, minden nem jut eszembe ennyi idő alatt, hogy én nagyon sokszor az élő szóba szoktam elmondani, tehát ha valaki visszaüzen, és túlélte a 18 perces videót, túlélte a 25 perces videót, akkor sokszor én élő szóba felhívom messengeren, ha küld telefonszámot, akkor telefonon, és akkor élőbe beszélünk vele egy kicsit, hogy akkor hogyan tovább, és ebből vannak a belépések ebből. Tehát én azt javaslom, hogy azért tegyük bele az offline munkát is, volt akivel személyesen találkoztam, volt akivel így videón beszélgettünk, tehát kell azért, nem csak írogatok, jó? Tehát abba elzsibbadna az ujjam, a számat is használom, így azért beszélgetek, de nyilván ezzel, hát hogy mondjam, ezzel szoktam meggyőzni a legtöbb embert, mert amikor élőszóval beszélünk, sokkal jobban meg lehet győzni egy embert, mintha írunk neki. És mi a tapasztalatod, és tényleg ez az utolsó, de hát akarjuk a tudásodat. Igen. Mi a tapasztalatod, hogy ugye oké, hogy online, és oké, hogy nagyon sok emberrel online ismerkedünk meg, és korábban nem is ismertük egymást, de erősíts meg, vagy cáfold, de szerintem tudom a vállalattal rátenni. Hát tudnak, mert nekem volt több olyan fiatal is, akit így ismertem meg, hogy online, és utána volt rögtön egy rendezvényük egy hét, két héttel később, elhívtam, eljött, és igazából én szerintem az motiválta be, mert ha az nem lett volna, akkor nem biztos, hogy elindult volna, de ezt azt hiszem párral meg is beszéltem, hogy ez így volt tényleg, hogy kellett neki az, hogy élőben lásson minket, élőben tapasztalja meg azt a készfogást, azt a köszönést, hogy lásson minket 4 dimenzióban, hogy ne csak így sík terepen, vagy akár hangunkon keresztül, úgyhogy kell, mindenképpen kell a rendezvény, tehát a rendezvény ezt föl is hívta a figyelmet, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy most csak az online munkának csak az online része marad. Tehát itt az online-t, offline-t vegyíteni kell, de én most az online meghívásról beszéltem, meg az online tájékoztatóról beszéltem. Én nem azt mondom, hogy online kell mindent végigvinni,
De lehet. Tehát valaki ezt igényli. Nyilván a külföldiekkel, a ciprusival, meg most a Pekingben élővel nem fogok találkozni, nem fogok oda repülgetni, meg ez egy-egy ember miatt, de akkor annak elég ez is. Tehát annak ez van, ez jut belőlünk. De viszont az mindenképpen fontos, hogy a rendezvényeket mi is promózzuk, ugyanúgy megyünk rendezvényekre, ugyanúgy van a startrendezvény, a sikernapokra ugyanúgy elmegyünk, tehát ezeket nem kerüljük ki, mert ezek építenek igazából föl minket, meg hát ezért figyelj, színpadi jelenlét ott kell, hogy legyél, tehát ezek azért tudjuk nagyon jó, hogy sok embernél nyom alatt van. Tehát kell, tehát mindenképpen erre buzdok mindenkit, hogy következő a rendezvény, jó? Tehát ez online meghívás, ez inkább azt a múst veszi ki a kezedből, ami régen egy kicsit tudod, a para volt, hogy a telefont így fogtad a kezedbe, és jó napot kívánok. Igazából azért könnyebb az online meghívás szerintem, és erről sem beszéltem, de most így eszembe juttattad, mert hogy pozícióba helyez téged azzal, hogy a Facebookon megismert téged. Ugye régen, amikor valakit hívtam, akkor mi történt? Üdvözlöm, Lélán Károly vagyok. Ki a tököm vagy? Ki vagy? Most nem ezt mondtad, ezt gondolta, de nem tudta, hogy ki vagyok. Viszont most, ha elküldök egy meghívást, rá tud nézni a Facebook oldalamra, le tud csekkolni, meg tudja nézni, hogy ez az ember most hogy néz ki. És ugye azért mondtam, hogy nem mindegy, hogy néz ki a Facebook oldalad, tedd rendbe, meg hogy egy-két fényképet azért mutasd meg magadból nyugodtan, jó? Nyilván ne a home videókat, de a jobb képeket tedd föl. És mutass magadat, persze arra is figyeljünk, és itt azért fel van figyelet, hogy ne hamis képet mutassál légy szíves magadról, hogy milliómos vagy, aztán közben kilóg az ember segge gatyából, de ha valami van, akkor azt mutasd meg bátran, mert akkor fogják látni az emberek, hogy ez így van. Jó? Tehát, hogy ennyi az előnye az online meghívásnak, hogy látnak téged, és valószínűleg kicsit jobban elfogadnak, mintha idegenként hívnék föl valakit. Ennyi. Ennyi az egyszerűsége. Hát nagyon szépen köszönjük. Látom, mögötted van a Dubaj tábla. Most már akkor biztosan együtt leszünk Dubajba minősültként. Hát figyeltem végig, és felelőtlenül azt mondtad, hogy esetleg később majd még beszámolsz a további tapasztalatokról. Úgyhogy én Nagyon szívesen. azt gondolom, hogy egy bizonyos időtartam után nagyon szívesen meghallgatnánk a tapasztalataidat. Nagyon hasznos volt, én azt gondolom, most már nem nagyon van kifogása senkinek, hogy mit kell csinálni, meg hogy, meg mivel, meg most mi, hogy, merre. Úgyhogy köszönjük, hogy ránk szántad ezt az időt, Karcsi, és nagyon sok Nagyon sikert szívesen. Én kívánok. köszönöm szépen a meghívást, további szép estét, meg go online. Oké, Sziasztok! köszönjük, szia!